Ez a hét leginkább az idegenbeli csapatok győzelméről szólt. A férfi és női elődöntőket is kivétel nélkül két meccs alatt rendezték le a hazai pályán kezdő és akkor is nyerő csapatok, és az alsóbb régiókban is gyakori volt a vendégsiker. A hét csapata az UKSE Szekszárd együttese. A tolnaiak második meccsüket is megnyerték az alsóházban. Borbásék ezúttal Dunaújvárosban nyertek 32-29-re, így övék a hét bravúrja. A hét csodája azonban a Füksze Berlin csapatáé, amely gárda nem kevesebb, mint 11, igen jól hallották, 11 gólos hátrányt dolgozott le a BL-ben a 8 között az Ademar Leon elleni visszavágón, és végül idegen belül több góllal jutott be a férfi BL Final Four-ba. A hét kudarca a csurgói, leginkább a magukkal szemben felállított elvárások miatt a második meccs kapcsán. A somogyiak elszalasztott lehetőségnek tartották már az első meccset is, hiszen először játszottak szoros találkozót Szegeden, ahol vezettek is a végjátékban. A hazai visszavágón viszont legnagyobb különbségű vereségüket szenvedték el otthon a csongrádiak ellen. A hét meccsét bár nem láttuk, de sejtjük, hogy Veszprémben rendezték, ahol a vendég Fehérvár úgy nyert, hogy a hazaiak időn túli hetest lőhettek a döntetlenért, de az esélyt elszalasztották, pedig kétszer is 5 gólos hátrányból álltak fel a második fél időben. A hét embere díjat a hazai bajnokságból legalább 5-en is megérdemelték volna, kezdve a sorta a csurgón parádézó szegedi Mikler Rolanddal, folytatva a Vác Debrecen legjobbjaival, Barján Biancával és Kudor Kittivel, egészen a Fradi ellen 13 gólt termelő Szepesi Ivettig. A hét embere azonban az a Nagy Kornél lett, aki 6 góljával a legeredményesebb volt a Magdeburg elleni EHF kupa elődöntő visszavágón, és akinek a vezetésével a francia Dunkerque, amely korábban a Balatonfüredet is búcsúztatta, bejutott az EHF kupa fináléjába. Csak halkan jegyzem meg, tavaly a Kekben a Füredet búcsúztató Chambéry ugyancsak döntőzött a sorozat végén, de végül kikapott német ellenfelétől. Most pedig a Dunkerque finálébeli ellenfele ugyancsak német csapat lesz. A hét pillanata ezúttal nem közvetített meccsünkből kerül ki, hanem a Veszprém-Fehérvár meccs időn túli hetese az, ahol Hornyák Dóra büntetőjét kivétte Szikora Melinda, és így megnyerte a meccset a Fehérvár.